Szeretettel köszöntöm minden kedves testvéremet. Itt a templomban is, Ausztráliában, tengereken túl. Istenek hála, most már 20-an összegyűlhetünk. Tehát a múlt hétfőtől kezdődően az Isten tiszteleteket 20 személy látogathatja. Reméljük, hogy hamarosan újra a teljes gyülekezet itt lehet templomunkba, és együtt dicsérhetjük az Istent. Most pedig vegyük elő énekeskönyveinket, bibliáinkat, ki ahol van, ott kulcsolja imára kezét, és fohászkodjunk. A mi segítségünk legyen az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, kedves barátaim, Ausztráliában használatos énekeskönyvünk 20. számú énekének első versszakát énekeljük. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. 20. számú énekünket énekeljük, a 25. Genfi Zsoltár, az erdélyi énekeskönyvekben a 25 szám alatt található. Az első versszakát énekeljük a 20. számú énekünknek az énekeskönyvünkből. Szívemet hozzád emelem. Istennek hozzánk szóló igéjét olvasom a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 10. részéből, a 10. rész 25-től 30-tól 37-ig terjedő versekből. Tehát a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 10. részének 30-tól 37-ig terjedő verseiből olvasom Isten igéjét. I'm reading from Luke chapter 10, verses from 30 through 37. Jézus pedig felelvén mondta: egy ember megy alá Jeruzsálemből Jerikóban. Rablók kezébe esik. Akik ezt kifosztván, megsebesítvén, elmenének, ott hagyják félholtan. Történet szerint pedig megy alá azon az úton egy pap, aki ezt látván elkerülé. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, ezt látta és elkerülé. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az volt, mikor ezt látta, könyörületességre indula. Hozzájárulván bekötözi annak sebeit, olajat és bort tölt azokban, és azt elhelyezvén az ő tulajdon barmára vivé a vendégfogadóházhoz, és gondját viselé néki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivevén ad a gazdának, és mondanéki: viselj gondot, reá, és valamit ezen felül reá költesz, mikor visszatérek, megadom néked. A három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, ki a rablók kezébe esett? Azt pedig mondta: az, aki könyörült rajta. Mondta azért néki Jézus: eredj el, és te is eképpen cselekedjél. Mondta pedig Jézus: eredj el, és te is eképpen cselekedjél. Kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére.
Ezért valljuk meg bűneinket, elmondván bűnvalló imádságunkat. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazonáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiatba, mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőítésére énekeskönyvünknek a 171. számú énekét énekeljük. A 171. számú ének így kezdődik: Zeng hallelujját az Úrnak. 171. énekünk, kánonunk, énekeljük annak mind a 4 versszakát. Amúgy a kispesti evangélikus gyülekezet kórusát láthatjuk, és a kórusának előadását hallhatjuk. 171. énekünket énekeljük. Thank you.
Kedves barátaim, kedves testvéreim, a samaritánus történetét. Az a történet, amikor a farizeusok megkérdik Jézustól, hogy mely a legfőbb parancs, barátodat, mint önmagadat, és szeresd Isten teljes lelkedből, teljes szívedből. Akkor megkérdik, úgymond újból, megvizsgálván Jézus válaszát, várván Jézus válaszát, hogy de hát kicsoda az én fele barátom. És akkor Jézus mondja az irgalmas samaritánus történetét. Amikor egy ember elindul Jeruzsálemből, Jerikó fele, útközben rablók támadják meg, megverik, kifosztják, ott hagyják félholtan, és ott marad az úton. Közben arra jön a pap, a lévita, a saját, úgy mondanám, társa, embere, és azok nem segítenek rajtam. Végül a samaritánus, aki úgymond ellensége volt a zsidóknak, az segít rajta. Kedves testvéreim, hogyha megnézzük, mit jelent Jeruzsálem magyarul és Jerikó, akkor tudjuk, hogy Jeruzsálem a sálom szóból származik, amely azt jelenti, hogy béke, békességnek a városa. Jerikó pedig azt jelenti, hogy az illatok, a pálmák városa. Tehát, hogyha így magyarul olvasnám, elindult egy ember a békesség városából az illatok, a pálmák városába, és útközben rablók támadtak rá. Milyen szép is ez a kép, kedves testvéreim, ahogyan elindul az ember valahol, valamikor a béke városából az illatok, a pálmák városa felé, és közben ott az életút, közben ott az a nagy jerikói út, amelyen rablók kezébe eshetünk. De nem csak az ember, hanem vannak így közösségek, vannak nemzetek, amelyek mondhatnánk, hogy elindulnak a békesség városából az illatos városok felé, ahogyan minden ember, minden nemzet vagy minden közösség szeretne elindulni, és szeretné megtalálni azt a vágyat, azt az álmot, amelyet végül is a látóterébe helyez, de közben nem jut el az illatos városig, a pálmák városáig, mert rablók törnek rá. Nemzeti téren valahogy mi is így voltunk, ezen a hosszú menetelésünkön annyi rabló támadt ránk, voltak a tatárok, a törökök, osztrákok, vagy oroszok, vagy sorolhatnám, elvesztett szabadságharcok, kisebbségi sors, tehát mind-mind rablók azok, amelyek megsebesítettek, földön hagytak bennünket. Volt, amikor egyszerűen népünket, nemzetünket megtizedelték, volt, amikor országunkat csökkentették, területeinket vették el. De valahogy mégis az egymáshoz való tartozást, a hűséget, a becsületet, azt nem hagytuk ott az úton, azt nem hagytuk ott félholtan, mert valahogy az mindig megvolt bennünk, hogy talpra álljunk, és hogy megmaradjunk. És hogy mi volt ennek a titka, kedves testvéreim, az, hogy volt nekünk, és van egy áldott orvosunk, amely mindig jött, mindig felemelt, mindig kimosta sebeinket olajjal és borral, bekötözte sebeinket, és elvitt a menedékházig. Ez a mi Urunk, tudjuk, a mi Krisztusunk, bárhová is kerültünk a világon, akár a Kárpát-medence reszakított részeiben, akár pedig a diaszpóra valamely pontjára, az Úristenben velünk van, követett bennünket, és nem hagyott soha magunkra. Tehát így, kedves testvéreim, te is, amikor elindultál valamikor otthonról, a békesség városából, hiszen elmondhatod, hogy ahonnan elindultál, az a békesség városa volt, mert volt ott egy kedves édesanyád, aki szeretett, aki melegített, volt egy édesapád, aki dolgozott érted, és elindultál, hogy megtaláld, megkeresd azt a világot, azt az életformát, most vagy önkéntesen, vagy kényszerből, de meg akartad találni újra azt a pálmás világot, azt az illatos világot, amelyre szükséged volt ahhoz, hogy tovább élj. Éppen ezért sokan, akik szöktetek,
Éppen ezért sokan, akiknek el kellett hagyni a forradalmak miatt az anyaországot, vagy bármely más területet, azok most megállhattok, és mondhatjátok, hogy igen, Urunk, mi is elindultunk, itt vagyunk most, de megmaradtunk, és megmaradunk azért, mert Te itt vagy velünk, Ausztráliának ezen a távoli pontján is. És tudjuk, hogy Te voltál az, amikor hajótörést szenvedtünk, vagy amikor rablók törtek reánk, amikor kifosztottak, amikor megsebesítettek, Te magadhoz öleltél bennünket. És ez a mi megmaradásunknak a titka, kedves testvéreim, ezért tudunk mi megmaradni itt a diaszpórában is, a Kárpát-medencében is, mert ott van a mi Urunk Krisztusunk, aki velünk van mindenhol. De vajon mit tudunk átadni gyerekeinknek? Vajon kisfiadnak, kisleányodnak milyen utat fogsz tudni mutatni, vagy milyen utat fog ő megjárni? Nincsen, mondhatnám, ilyen tolvajos út nélkül életszakasz. Mindenhol tolvajok leselkednek reánk. Nincsen egyszerűen egy olyan pillanat az életnek, ahol valamilyen úton, módon ne találkoznál a rablóval, a tolvajjal, aki meg akar fosztani téged. A szépségettől, a bölcsességettől, az anyagi javaittól, vagy éppen hitettől, kultúráttól, hazaszeretetettől. Nagyon sok példával szolgálhatnánk, hogy hány ilyen tolvaj létezik ezen a világon. Erdélyben, a Hargitán van egy tető, amit úgy hívnak, hogy tolvajos tető. Azért hívják ezt úgy, mert a 18. században, akkor még teljesen be volt nőve fenyőfákkal, és csak szekérút vezetett keresztül a Hargitán. És ott mindig rablók tanyáztak. És általában mindenkit vagy megtizeltek, vagy kiraboltak, és át kellett menni azoknak, akik Csíkszeredából át szerettek volna jutni Székelyföldre, vagy fordítva. Tehát nem lehetett kikerülni ezt az utat. Az életben, testvéreim, sokszor nem lehet elkerülni azt, hogy keresztül menjünk tolvajok, leste vagy figyelte útszakaszokon. Egyszerűen kell vállaljuk az, amit hoz elénk a jövő, kell vállaljuk azokat az utakat is, amelyeket úgy nevezünk, hogy tolvajos tető. Csiha a püspök úr mesélte, tudjuk, hogy őt a diktatúra éveiben koncepciós perrel elítélték, azért, mert azt feltételezték, hogy Márton Áron püspökkel úgymond valami államellenes tevékenységet próbálnak elkövetni, és 7 évre, anélkül, hogy bármit is tett volna, 7 éves nehéz börtönt ült. Úgyhogy a felesége állapotos volt, amikor börtönbe került, és 7 évesen látta először kisleányát. Tehát akkorjában nagyon szigorúak voltak ezek a börtönök, megjáratták velük a Duna-deltát, ott dolgoztatták, vagy éppen a legszigorúbb börtönökben kellett ezt a 7 évet letölteniük. És akkor, amikor szabadult, akkor mondta, hogy voltak ismerősek, akik szembe jöttek a járdán, de úgy tettek, mintha nem vették volna észre őt. Átsurantak túlsoldalra, ne kelljen találkozni. Nem nagyon kompromittáló volt egy politikai fogóval találkozni, köszönni. De ugyanakkor voltak olyan emberek is, akik átjöttek a túlsoldalról, átölelték, mondja, hogy átöleltek bennünket szeretettel, és szerették. Tehát valahogy a tolvajos tetők ilyen szűrők, azt tudnám mondani, amikor meglátszik, hogy ki a testvér és ki a barát. Kinél nagyobb a lélek, mint a félelem. És éppen ezért kell a tolvajos tetőkön átmennünk, és kellett ennek a Jerikóbeli embernek is Jeruzsálemtől eljutni Jerikóig, azon az úton, amelyet ott is a, ha jól emlékszem, a halál, a veszedelem útjának is neveztek, hiszen állandóan rablók olálkodtak ott. És akkor kifosztják, félholtan ott hagyják. Jön a pap. Ez a saját papja, a saját embere. Ez valahogy úgy van, hogy az ő őt kéne szolgálja, és az ott hagyja. És meg is tudja magyarázni valószínű a pap, mert
hogyha halottat érintett, akkor nem szolgálhatott, nem mehetett be a szentek szentjébe. Tehát valószínű arra gondolhatod, hogy egy halott, és akkor ő azt nem foghatja meg, mert azáltal tisztátalanná válik. Na de jön a lévita, aki egy ilyen kántorféleség, úgy is lehetne mondani, az is otthagyja, az is elkerüli. És a samaritánus, aki ellenség, mert tudjuk, hogy a samáriaiak is szerettek volna templomépítésben részt venni, de mivel a babiloni fogság alatt idegen népekkel keveredtek, vegyültek, így évszázados harag ékelődött a két nép közé, a zsidók és a samaritánusok közé. De ez a samaritánus lehajolt. Ez az ellenfél lehajolt és megnézte, hogy mi történt ezzel az emberrel. Kedves testvéreim, milyen szörnyű is ez a kép, amikor a saját népe és nemzete hagyja cserben a saját népét és nemzetét. Milyen szomorú az, amikor, ha jól emlékszünk, azt hiszem 2004-ben a december 5-i dátumon egyszerűen az anyaország leszavazta azt, hogy a Kárpát-medence magyarsága lehessen. Milyen szomorú az, hogy a saját nép megtagadta saját testvéreit. De sorolhatnánk, hogy még mennyi belső ellenség van, amely mindig próbál keresztbe tenni. Akkor, amikor valamiben előreléptünk, akkor vagy külső, vagy belső ellenség megakadályozta az előre haladásunkat. Na de éppen ezért, kedves testvéreim, mindig vannak samaritánusok, mindig vannak irgalmasok, és ugyanígy ebben a történetben is ott van a mi irgalmas Krisztusunk, aki jön, hozza az úrvacsora borát, az úrvacsora kenyerét, amelyet ad a mi számunkra, hogy hitben, a vele való szövetségben erősödjünk. És itt van velünk Ausztráliában, itt van otthon is a szülőkkel, nagyszülőkkel, akár Erdélyben, akár Felvidéken, vagy éppen az anyaországgal. Ott van Krisztus, hozza az ő olaját, hozza az ő borát, hogy kimossa sebeinket, újra erőre kapjunk, és vendégfogadó házhoz kísérjen, ahol meg tudunk maradni. Ezért tudtunk megmaradni, kedves testvéreim, annak ellenére, hogy a nagyvilágnak egy kicsi népe vagyunk. Mondottam csütörtökön is, számarányban egy kis népe vagyunk. De kellene legyünk mi nagyok hitben, erkölcsben, hazaszeretetben, Isten félelemben, Isten közelségben. És hogyha nagyok tudunk lenni hitben, reménységben, Isten félelemben, akkor megmaradunk. Tehát ezért is mondja a Péter levelében az Isten üzenete, hogy választott nemzetség vagytok, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. Ezért maradtunk meg, ezért tartott meg bennünket az Úristen. És tudjuk azt, hogy meg fog tartani bennünket a jövőben is. Mert tudjuk azt, hogy itt a távoli diaszporában is megvan bennünk a hazánk iránti ragaszkodás, szeretet, annak ellenére, hogy szüleink szülőföldjétől oly messzire kerültünk. És ez a szeretet, a haza iránti ragaszkodás és az Istenbe vetett hit meglátszik ebből a templomból is, amely szinte lehetetlen módon felépült, amely az összefogásnak, az összetartozásnak az eredménye. Ezért tudunk megmaradni. És meg tud maradni minden kis magyar közösség, amelynek hite van és szereti a szülőföldjét, szereti édesanyja, édesapja otthonát. Kedves testvéreim, lassan igehirdetésünk végére érve, én azt hiszem, hogy most is nagyon sok ilyen vendégfogadóház van. Hogyha elmegyünk Jeruzsálembe, és el akarunk jutni Jerikóig, akkor át kell mennünk mi is azonnal Jerikói úton. Van-e, és ott van pedig egy hegytető, ahol ott most is áll egy vendégfogadóház. Lehet, ha nem az a 2000 évvel ezelőtti vendégfogadóház, de most is be lehet térni, most is ott van Isten gyógyító ereje, magunkhoz vehetjük az úrvacsora kenyerét és borát, mint ahogy mondottam. Mert azért vannak ezek a vendégfogadóházak. És azért vannak
a diaszpórában és a Kárpát-medencében is a templomok, hogy be tudjunk oda térni, és ott ezekben a templomokban az Úristen meggyógyítson bennünket. Drága dolog, kedves testvéreim, templomot építeni, drága dolog templomba járni, és drága dolog lelkipásztornak lenni, vagy éppen presbiternek, vagy tanítványnak, és vinni Istennek a borát és olaját a gyülekezet tagjaihoz, közösségünk tagjaihoz, hirdetni a megmaradást, és hirdetni az, hogy Isten segít bennünket. Kedves testvéreim, drága véren váltott meg bennünket az Úr Jézus Krisztus, és így lettünk az ő tulajdonává. Visszajön, Isten tiszteletről Isten tiszteletre visszajön. Kimossa sebeinket, olajat tölt a sebeinkre, bekötje sebeinket, és egymásra bíz bennünket. És ugyanakkor elindít bennünket újra az élet útján. Kedves testvéreim, adja az Úristen, hogy ezen az úgymond emlék Isten tiszteleten megerősödve, meggyógyultan tudjunk elindulni reménységgel, hittel az élet útján. Amen. Fohászkodjunk. Édesatyánk, szerető Istenünk, köszönjük neked azokat, akik békességet készítettek számunkra, valami szépet adtak életünkbe. Köszönjük szüleinket, köszönjük azt, akik felpakoltak a békesség városában bennünket, mielőtt még elindultunk volna. Felkészítettek, hogy tudjuk megkeresni azokat, akik segítségre szorulnak, tudjuk egymásra bízni, tudjuk átölelni őket. Köszönjük a bort, az olajat, köszönjük minden Isten tiszteletnek drága titkát, amikor itt jársz a padok között, amikor meggyógyított szívünket és átölelsz bennünket. Köszönjük, hogy veled mehetünk innen haza. Imádkozunk gyermekeinkért, unokáinkért, add, hogy veled járjanak, add, hogy bátor igaz emberek legyenek, ne féljenek lehajolni az üldözöttet, átölelni a megsebezettet. Kérünk téged, hogy legyél mi velünk, legyél gyászoló testvéreinkkel, azokkal, akik a héten elveszítették szeretteiket, gyülekezetünk kedves volt alapítóját, meg kedves testvérünk édesanyját. Hajolj le hozzánk, kérünk, keresd meg azokat az úton, akiknek már nincs erejük eljönni ide a mennyei vendégfogadó házhoz. Adjad, Urunk, hogy akiknek a lelke talán ott hal meg az úton, kirabolva, tönkretéve, indíts el bennünket feléjük, hogy legyünk a te kezed, a te szereteted, a te borod, a te olajad. Jó Istenünk, akkor, amikor ilyen nehéz nekünk megszólalnunk ezekben a napokban, amikor emlékezünk a 100 éves évfordulóra, akkor te adj erőt, jó Istenünk, hogy kérjük és várjuk bölcsességet, szabadításod. Hiszen tudjuk, hogy Krisztusnak minden békessége uralkodhat rajtunk, és mindenhol a nagyvilágon. Urunk, adj hitet, Urunk, adj reménységet. Adj ébredés, gyógyulást, hozzád való térést és új életet. Szent fiadért, a Jézus Krisztusért hallgass meg imánkat. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben úgy, a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Csendesedjünk el, és vigyük imáinkba
imáinkat Isten szent színe elé. Áldott, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Kedves testvéreim, ismételten szeretettel köszöntöm minden kedves testvéremet. Pali testvérünk ez alkalommal nincs itt, hát otthon, ha néz bennünket, akkor szeretettel köszöntjük. Thank you.
Látom, nem mertünk elkezdeni tapsolni, de hát törvényeket betartjuk, 1,5 méter távolságra ülünk egymástól, pont 20-an vagyunk, nem szólhat senki semmit. Kedves barátaim, kedves testvéreim, az elmúlt héten ünnepeltük, mindenki ünnepet mond, megemlékeztünk a 100 éves évfordulóról, arról, amikor Magyarországot feldarabolták. Egy nagyon színvonalas ünnepi műsort láthattunk élőben, amelyet nem sokára újra majd lehet látni, aki szeretné visszanézni. Ezen megemlékezés alkalmából egy emléktáblát lepleztünk le. Ezen emléktáblát is majd hamarosan látni fogjuk, amelyet a 100 éves évforduló alkalmából a Queenslandi Magyar Egyesületek állítottak a templom oldalára, a templom falára. Röviden Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk. Ebben a hónapban még tartjuk az élő Isten tiszteleteinket. Köszönet Zoltánnak és Bélának, akik itt vannak most velünk. Sikerült végre egy kicsit javítanunk technikailag is, tehát most a bejátszások direktbe mennek, nem a falról vannak levetítve. Úgyhogy remélhetőleg júliustól kezdődően már növelik a résztvevők létszámát, talán 50-re is, ezt még pontosan nem tudom. De addig, amíg még ilyen korlátolt számban jöhetünk össze, addig csak azt tudom mondani, hogy a legjobb, ha otthon maradunk. Kedves testvéreim, röviden megemlékezünk a 100 éves évfordulóról egy nagyon kedvelt dallal, ami számunkra egy kedvelt dal, amely arról szól, hogy összetartozunk. De mielőtt meghallgatnánk Érike testvérünket, aki ezt elénekli, gyülekezetünk, közösségünk himnuszát énekeljük. Te benned bíztunk elejétől fogva. Az énekes könyvünkben a 21. számú ének, tehát 21. számú énekünket énekeljük, ez a magyarországi változat. Te benned bíztunk elejétől fogva, az erdélyi énekes könyvekben a 90. számú énekünk. Te benned bíztunk elejétől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak, mikor még semmi hegyek nem voltanak, még sem ég, sem föld nem volt formálva. Te voltál és te vagy erős Isten. És te megmaradsz minden időben.
bátyánk elhunta, meg mindazoknak ajánlja fel szeretettel, mint a Demeter család is, akik a mai napon gyászolnak. Annyi minden kéne még elmondani, már nem is lesz rá alkalom. Elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Mint a villám téptem magányos fenyő, mint a vizét vesztett patak, mint az odébb rugott kő. Mint a fáradt vándor, ki némán enni kér, otthon, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél. S bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveddel. Történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből való vagyunk. Mint a leszakított haldokló virág, s mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ, mint porba hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol rám, olyanok leszünk mi is nélküled, s bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből való vagyunk. Igen, történhet bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből való vagyunk. Mi egy vérből való vagyunk. Kedves testvéreim, kedves barátaim! Ausztráliából, világból, innen-onnan, ezzel ünnepi megemlékező istentiszteletünk végéhez érkeztünk. Megköszönöm a Jurt családnak, hogy emelték istentiszteletünk hangulatát, nivóját. Jurt családról annyit szeretnék még elmondani, akik a nagyvilágban most néznek bennünket, hogy 4 gyereke van a Jurt család, mind a 4 zenészek, azon kívül, hogy más-más pályákon helyezkedtek el, de művészi szinten játszanak különböző hangszereken, úgyhogy mikor a család találkozik, akkor megvan egy kis szimfonikus zenekar. Volt nekünk is szerencsénk és örömünk látni a családot együtt játszani, de sajnos most az élet azért szétszórta őket, és ritkábban tudnak összejönni. Köszönjük szépen még egyszer Jurt családnak. Köszönöm szépen Évikének, köszönöm Zoltánnak és Bélának. Köszönöm, hogy jelen voltatok. Az Úristen adjon egy könnyű hetet mindannyiunk számára. De mielőtt még az áldást elmondanám, megáldanám a közösséget, gyülekezetet, azelőtt énekeljük el. Ez megemlékezés alkalmából a székely meg a magyar himnuszt. Amen.
Kedves testvéreim, fogadjuk az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen téged. Áldja meg fiainkat, áldja meg leányainkat. Áldja meg jelenünket, áldja meg jövendőnket. Áldjon meg egészségben, áldjon meg békességben. Világosítsa meg az Úr az orcát, mi rajtunk, könyörüljön rajtunk. Fordítsa az Úr az ő orcáját, mi rejánk, s adjon nekünk hitet, reménységet, örökkön örökké. Amen.